Marcangoló medvéktől mentes szép estét kívánok Szervusz Krisztián Ennél szebb estét elképzelni se tudok Marcangoló medvéktől mentesen <haz> Neked is marcanguló ment mentes szép Fifi. Köszönöm szépen, én, én uh, három napja nem alszok normálisan a marcanguló medvék uh, gondolatától. Képzeld el, hogy Alaszkában nem mostani az esemény, de hogy a fotóanyag uh, most jutott el hozzám, és egyrészt uh, utálom, amikor ilyen nagyon-nagyon-nagyon. Uh, Uh, hogy is mondjam, ilyen véres képeket látok. Uh, az, akik ilyeneket osztanak, meg tudod, hogy széttépet kutya, meg levágott fülő, mm. meg nem tudom én, azokat így 30 napra pihentetem a Facebook oldalamon, mert nem, nem bírom az nincsenek ilyen uh, Ó, a... Az én uh, közelemben, meg uh, valamiért ezek így föltorlódtak. Tehát ilyen motoros baleset, tudod, nem, nem, nem. Szóval Alaszkában kilőttek egy ilyen hihetetlen méretű grizzly medvét, és 30 ember szedett szét. Úgy szép sorba, tehát nyilván nem egy ilyen tömeges marcangolás volt, hanem így az évek során 30 embert szedett szét, és az utolsó áldozatának ott volt a, a képe, tehát ilyen kezek, Majd. fej, láb, törzs ketté tépve, tehát nagyon uh, uh, durva és brutális volt, és talán annyi uh, magyar vonatkozása volt ennek a sztorinak, hogy a két vadász, aki kilőtte ezt a <laughs> ilyen fenevadat, vagy nem. Tehát ekkora medvét az életemben nem láttam komolyan. Tehát ilyen daruval emelt, darús kocsival Buszul. emelték meg a, a, medvét, és a, és a, a, feje körátmérője az akkora volt, érted, mint egy ilyen jól megtervett a autókerék. Tehát oh. én még mondom, ilyen, ilyen hihetetlen medvét nem láttam, és tudod, amikor a, a bőrét így ki fölfeszítették, odát a két fickó, és a medve bőr nem állt a lábán. Tehát kisebb volt, mint egy élő álló medve, nyilván így kiterítve azért magasabb is, de hogy a két fickó a hóna alatt volt. Tehát az a medve <laughs> bőr kiterítve ilyen három méter volt paker, nagyon durva. És tudod, így lecsukod a szemed, és így állandóan, tehát ilyen visszatérő, mert egyszerűen nem hiszed el, hogy ez egy mekkora állat. Na, úgyhogy ezért köszöntem be ezzel a, a kis felütéssel, mert hogy léteznek a világon ilyen, ilyen ős, őskori méretű dinoszaurusz medvék, vagy nem tudom, tehát ilyen iszonyú nagyobbnak. Azt hittem valami vargítói vonzata lesz ez a sztorinak, a lé... de nem. Nem, 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 tehát uh, mindenkit ki kell csak én itt csak hallok folyamatosan a, a medve problémáról, de még nem láttam. Tehát uh, itt valami ér ezen a a szakaszon, ahol én mozgok, nem szoktak bejárni a városba, nem kukáznak, nincs semmiféle uh, ilyen problémánk a, a medvékkel, hála annak a jó istennek. Na és Krisztián, mi történt véled? De... Túl sok minden nem történt velem, kérlek szépen, leszámítva, leszámítva, hogy hallgattam rád és... Jaj, jaj, jaj! Várj, várj, tehát hatásszünet. Igen. Olgattam rád, és addig nézegettem a Xiaomi Mi A1 specifikációját, amíg megbarátkoztam bele, és beszereztem egyet, ma őt meg, képzel. Képzeld el, hogy ma őt meg. Na, és mi az első benyomásod? De de komolyan, tehát, hogy gondolom azért csak bekapcsoltad, kicsomagoltad, megnyomkodtad. Nagyon sok időm nem volt még nagyon megnyomkodni, ugye, mert munkába érkezett, aztán hazajöttem és podcastelek, úgyhogy minimálisan sikerült még csak nyomkodni. Hát, a struktúrális minősége a telefonnak, az baromi jó, tehát ez a unibody fém megközelítés, amit én meglehetősen szeretek. Nagy, mint egy állat, tehát az az 5.5 colos lapát telefon. Én azért ennél kisebbeket használtam. Oh, várj, 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 tehát ez így két hét után már elmúlik. Remélem, remélem, mert én eddig mindig azt szerettem, hogy a hüvelyk még átér a bal felső sarokba, és most már nem annyira ér át a bal felső sarokba, de hogy kívülről a, 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 a kiépítése meg a meg a dizájnja meg ilyesmi az 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 nem adok ott panaszra. Hát túl sok minden nincsen rajta úgyhogy bitang gyorsan fut minden egyelőre az a nyolc mag az eléggé kellemes és még nem laktam be úgyhogy de mivel nagyobb mint az összes eddigi telefonom gondolom valahogy el fogok férni rajta és <laughs> Igen, igen, valahogy csak elférsz. Hát nagyon remélem. És a, a szuper tiszta stock Google felület, odáig vagyok attól viszont, hogy semmi távol keleten újra gondolt őrület, hogy hogyan kéne egy user interface kinéznie, és milyen elbaszott gagyi default alkalmazásokat kéne föltelepíteni, úgyhogy teljesen óvzódtam a gyönyörökben, amikor láttam az alkalmazások igen rövid, és a Google-re limitált listáját. Nagyon, nagyon. Azért azért itt álljunk már meg egy pillanatra, tehát ha Xiaomi telefont veszel MIUI felülettel, az egy hihetetlen módon átgondolt felület egyrészt. Én merem azt mondani, hogy a, az iOS, tehát nekem az iOS-es felületnél jobban tetszik, bár ugye senki nem tagadja, hogy az az iOS-ből nőtte ki magát, vagy hát az volt a, a, minta. És az európai verzióikban tényleg nincsen benne semmilyen ilyen, kínai alkalmazás. Tehát én, én tudom, tehát rengeteg kínai telefonom volt, tényleg mindenféle szarral telerakták. Itt csak a, a, a mi új felülethez tartozó dolgok vannak benne, iránytű, fájkezelő, tehát ilyen tényleg nagyon minimális ö, ö, dolog, és alapból egyébként tudod szinkronizálni a Google-le, tehát mindenféle, sőt, még a Google-nek ez a, a kereső része is benne van. Tehát én most már a következő lépést várom, hogy majd mikor kerül erre, csak kíváncsiságból is egy, egy mi új felület. De jó úton jársz, Krisztián. Nem, nem. Azt kell, hogy mondjam. Jó stop úton Google jársz. Google felület, stop Google felület. A huawei -en is lecseréltem a Google-os homescreen alkalmazásra, mert én nem bírom ezeket, hogy kitalálják nekem meg. A huawei -en volt valami, Isten tudja milyen backup alkalmazás, amit nem lehetett kiírtani, és állandóan futott, és áh, valami bekap alkalmazás, alkalmazás? Nem, mentés alkalmazás, amit nem akartam használni, mert mindenem szinkelődik föl a cloudba, ugye. Úgyhogy tök fölöslegesen barangoltott állandóan a memóriába, és kérdezgetett időnként tőlem dolgokat, meg figyelmeztetett, hogy már milyen nagyon régen nem bekapoltam. Soha. <laughs> Ilyen idegesítő hülyeségek, hülyek is alkalmazások voltak rajta. Na ezen nincsen. Üres, teljesen üres. Úgyhogy Úgyhogy nagyon boldog vagyok tőle. Az még nem tudom, hogy mennyi idő lesz az összes Two Factor authentication Google autentikátort lecsatlakoztatni a régi telefonról és fölcsatlakoztatni az újra. az a biztos el fogok egy darabig, de egyelőre, és mondom tényleg szumma egy óránál többet nem töltöttem még vele, egyelőre jó választásnak tűnik, és ugye ott a Hátulján a, a két lencsés kamera, arra is kíváncsi vagyok, hogy az, az mit fog hozzáadni. Jó, jó, jó. Tehát nem, nem figyelj, nem azt mondom, hogy egy ilyen Sony magasságok, tehát mit tudom, egy csúcs Sony kamerát fogsz kapni, vagy, vagy akármit. Állítólag a kamera api kezeli ö, rendesen és elég ö, mélységeibe, és azért az csak egy két kamerás telefon, ami ugye már nem annyira ritka manapság, de nagyon tisztességes. Tehát A régi telefonodhoz képest, Krisztián, a, képes, a -fele össze biztos van. vagyok volna, benne, van, ahhoz képest csak jobb lehet. Piszok, jó, piszok jó képeket fog csinálni. Érted. Amit én ajánlani szoktam, hogy ha még nem néztél rá, akkor egy ilyen frost jellegű fél merev tokba be, igazából nem lesz tőle nagyobb vagy vagy vastagabb a, a telefon, de de sokat uh, tud uh, jelenteni, meg én szoktam még egy üvegfóliát azért tenni rá, inkább az törjön, mint a, a kijelző, jó, jó. és akkor innentől kezdve Abszolút telefonod van. És azért vagy mocsok, mert én is most erre a telefonra átsingózom. Mert az én telefonom már két éves, és semmi bajom nincsen vele azon kívül, hogy két év után azért az akkumulátor kezd most már egy picit ja, gyöngúsz ja, ja, ja. lenni. És ö, az, na, szóval, ehhez, a, ehhez az öt és kijelzőhöz kijelzőhöz mérten, azért. Ö, van fogyasztása jobb, is. Hát az a baromi Megeszi rendesen. És, azért, azért, saj, azért, sajnálom egy picit ezt a, ezt a, hogy nem, nem mi új felületen vagy, mert, ö, ö, mert tudod, így már mondtam volna. Ja és akkor figyelj, én olvasó módban használom autó fényerővel. Ö, bekapcsolom a a wifi meg a a 4G-s hálózatnak a, a konkurenciáját, és akkor ahol van oda megy hálózat, és akkor mit tudom én megvonom a a beállítom a biztonsági beállításokba, hogy ki mikor mihez férhet hozzá, ki az aki neten, vagy izé wifi-n, vagy, vagy mobil neten is lekérdezhet adatokat, salala, salala, és akkor ez ilyen baromi jó. Tehát én egyszer lőttem be a, a, ezeket a, a cuccaimat, és most már ez a második miúi telefonom, amihez nem nyúlok. Mert van egy ilyen költöztető apja, azt elindítom, és át, átmásolódik minden az ég a világon, és akkor semmit nem kell újra beállítanom. Tehát még a nem fogadott hívások listája is ugyanúgy megvan a, a, az új telefonon. Nem, nem <há> Na mindegy, megbőzni. tehát azzal én nem tudok mit, azzal én nem tudok mit, mit kezdeni, hogy te egy ilyen, ilyen Google fan vagy. Na kérlek szépen, és hol vásároltad? A, hogy hívják, Xiaomi shopon. Xiaomi abban van egy pár csak így. így tényleg érdekel hogy mely, melyik. melyik uh, shoppon a magyaron a magyaron igen az a neve neki hát a, az Minden a nélkül, uh, Xiaomi shop.hu Igen az a Xiaomi shop.hu nevezető <kül> Oldal, én most találtam egy ilyen, ilyen uh, oldalt, ahol ahol baromi jó kedvezményekkel lehet uh, uh, mindenféle kötyűt uh, venni, oh. és most már egy figyelgetem egy egy uh, kevés ideje, és képzeld el, hogy az a telefon, uh, amit uh, amit te lát, vagy amit te vettél. Úgy hívják egyébként az oldalt, hogy Kedvezmények utcája. Hú, már a neve is marha jó. Meglesem, ha már itt És is Kedvez, várjál, várja, mert bejutom én is a... Nem várok, be tudom ütni is. Be tudod ütni nélkülem is, Apicsával. Na, és hogy a, a... A te telefonod az valami eszméletlen. Egyébként kedvezmények utcája.hu, tehát ez az azért nem egy nagy... mi a fene. De egy csomó ilyen kuponkódos kedvezmény, meg, meg mindenféle dolog fönt van. És az a telefon, amit te vettél, az... Most nincs ugyan promócióba, de az ilyen 210 dollár környékén van. Viszont a 4X az valami 136 dollárba kell. Tehát ilyen, és az is egy nagyon jó telefon. Igaz, hogy nem dupla hátlapi kamerás, de, de ott van a, a szeren. A kollégámnak vettem ilyet, és atom atom elcsodálkoztam, tudod már, hogy vékonyabb, mint az enyém, csili sokkal jobb, sokkal szebb, sokkal jobban tudnám imádani, de hát, uh, most erre kell várni, bakker. Hát, bekkelt ki. 139, 139,9 dollár a 4X-ből a, a globál nagyon szép telefon, tényleg. Nagyon kis csili Csak ennek uh, nem dupla a hátlapi kamerája van. És uh, én azt az egyját nagyon megnéztem magamnak, amikor kijött, hogy egyrészt, ugye az az 5X a, a Xiaomi-ba. Tehát, hogyha MIUI felülettel veszed, akkor az az 5X, és... Uh, Na, szóval csak egy dupla kamera, de lehet, hogy várok egy kicsit, mert szerintem itt tavaszra ö, ismét ki fog jönni egy-két egy jó telefonja a Xiaomi-nak. Hát nekem már nagyon időszerű volt, irgalmatlanul lagolt a kis huawei két és fél évig tökéletesen működött, de aztán azóta így megindult a lejtmenet felé. Viszont, ami nagyon... Azért nem árulunk el nagy titkot, hogy hogy mi ezt megbeszéltük két héttel ezelőtt, csak még nem, nem, nem tudtuk a konkrétumot, hogy mikor jön meg ja, a ja, ja, ja. telefon. És ami viszont nagyon-nagyon tetszett, hogy bekapcsoltam be még napközbe, rám kiabált, hogy hello, hello, itt a decemberi Android update, hát mondom, gyere le. Aztán hazajöttem, elővettem megint, hogy elkezdjek egy kicsit így költözködni rá, és rám kiabált, hogy, Hello, itt a januári Android update. Ó, oh, mondom, hát ennyi, ne kényeztes már ennyire. Úgyhogy eddig nagyon tetszik a dolog, azt kell, hogy mondjam. Hát ö, ugye én a, a fejlesztői romot használom a, a Xiaomi-n, és az hetente frissül. Na jó, az nem? már kicsit túlzás. Jó, hát figyelj, ez a, nem, nem tudom, hogy 10 perc talán. Letölt, föltesz, csinálsz egy újraindítást, belép a, a rom, izé, nem tudom én mi az, buherátorba, szépen fölkarcolja az új romot, és aztán újraindul, és pecne. Tehát nekem soha egyetlen egy telepítés után nem volt még ezzel a telefonnal problémám. Lekopogom. Tényleg. És, lekopogja, nagyon jó. és nem viccel, és lekopogom. És, leko és nem viccelek, és nem viccelek, lekopogom. Tényleg nagyon jó. Na, hát szóval, velem igazából mindössze ennyi történt. Mi történt viszont veled? De ez azért valljuk be, hogy ez óriási változás lesz a telefonos képeid minőségét illető. Az biztos, már csak el kéne menni. <hállt> <az alapény képezni. hállt> Légy szíves, itt a hétvége. Frank, nem tudom, nálatok milyen idő van, tehát én ö, tegnap ö, 17 fok mínuszba. Jézus Isten. 17 fok, meg ö, itt volt egy-két külterület, ahol ilyen mínusz 20-ra le lecsúszott, érted a hőmérséklet. És hát ez hihetetlen egyébként, hogy ö, csik az egy medencébe van. És itt, hogyha leesik a hó, akkor így mondják az itteniek, hogy utána jön a jégverem oh, effektus. Tud, leesett a hó, minden fehér, sőt, itt a nappal bakkerért. Azt csinál, amit akar, olyan kurva hideg lesz, hogy, hogy az valami elképesztő. És most már, tudod, ilyen, ilyen nagyon harsányan recseg a kurva nagy hó, ami itt van. <coughs> Mert iszonyúan átfagyott most már minden gyakorlatilag. Az utak azok azért járhatóak. Hétfőn, kedden voltam Bukarestbe, hát ez, ez a román főváros az engem mindig meg tud lepni. És olyan különbség van a, a klímák között. Tehát innen elindultunk ilyen mínusz be és így Bukarestbe lekoppantunk, és nem tudom, ott volt ilyen nulla fok, Tehát valami elkép... Jó, közben megmászol egy pár hegyet, meg, meg az, az már egy ilyen, ilyen síkvidék, mint nálunk az Alföld, <coughs> a Bukarest és környéke. És uh, szóval egész más a, a klímája. És uh, ott ez ilyen ottalvos buli volt, hát... Uh, meg, nem mondom meg, hogy melyik szállodában voltunk, de egy ilyen aránylag, uh, uh, aránylag ötcsillagos, vagy négy, Aha. négy, azt hiszem, négycsillagos szálloda. És uh, kifejezetten ilyen, uh, ilyen uh, arab üzletembereknek lett az egész szálló kitalálva. Tehát ez a hú, öcsém, tudod, arany, aranyasztal, tehát én már ettől ki vagyok. Uh, bukva az tód, ilyen, ilyen indokolatlan aranyhasználat. Tehát ez a nem tudom miért csak a, a győzik a lakásába látszért, tehát hogy tud ilyen aranyozott, meg nem tudom én mi arám minden. Nagyon borzasztó volt. Ami viszont uh, hihetetlen pozitív volt a számomra, hogy a beültünk uh, kedreggel, tárgyalni, oda a hajába és körülbelül két másodperc alatt elintéztük, hogy ott lehessen egy cigarettázni. Ah. Tehát se, senki egy büdös szóval nem mondta, hogy nem lehet, de azért nem voltunk bunkók, tehát nyilván, ja, és hát ugye azt, a dohányzó szoba pedig ott volt tőlünk, nem tudom én, öt méterre, egy ilyen nagyon nagy üvegteraszos rész, de hát egyrészt oda nem akartunk beülni, másrészt pedig nem, nem is fértünk volna el, mert ott csak ilyen négyes asztalok voltak, és akkor kérdeztük ott a, a fölszolgáló leányzót, hogy hát itt lehet-e egy cigaretta, ez, ez meg sűrűn bólogatott. Persze, én nyugodtan is hozta a <laughs> Okay. <laughs> Annyira jó, jó pofa volt. <laughs> és akkor mi ott uh, uh, e-cigarettáztunk eh ennek a zárójelben gyönyörűséges szállodának a, a haljában. Uh, pff, a, a, ami, ja, és ami, ami kalandos uh, még mindig az a közlekedés, tehát ezt egyszerűen nem, nem, nem lehet megszokni hogy bemész egy ilyen háromsávos körforgalomba, és a körforgalom legbelső sáv, sávjára szóló lámpa az a körforgalom legkülső sávja fölött van, és három lámpa lóg ott. Tehát már nem is nagyon látod ebből a sávból, csak látod, hogy ott neked van egy stop tábla, de nézze jobbra, jó, ott egy lámpa, egy, kettő, három, akkor az első az enyém, piros, oké. Okay. <laughs> Kész. Én, ne, én komolyan mondom, nem, nem tudom, hogy a, a közlekedésmérnök szakma miért hiányzik a, a romániai, ö, nem is tudom, ilyen szakmatárból, de ez, ez valami elképesztő és hát voltunk ö, ö, különböző ilyen ö, plázákba szétnéztünk, ö, hogy milyen elektromos cigaretta választék van, illetve milyen készülékeket, meg milyen likvideket ö, árulnak. Hát a milyen likvidek az ö, Nyilvánvalóan likva és és Aramax, ami a likvának a kínai brandje illetve azt még hangzent talán láttunk, de <kül> viszont rengeteg konyha keverést lehet látni, tudod, 100 millisbe, 50 millisbe, és a készülékekből meg minden van. Tehát azt annyira nem tartják be a TPD-t, vagy, vagy, nem, nem tudom, vagy a hatóságokat nem érdekli, hogy se egy fölírat érted, semmi és tudom, hogy az, az, a készülék, az nem tudom én, egy hónapja jött ki a piacra, és ott van, és gondolom valamilyen zsebimport import, vagy pici beszállítás, úgyhogy azt így egyáltalán nem, viszont a, a nikotin az teljesen eltűnt, meg a nikotinos alaplevek, és csak a 20 mg maximális nikotint lehet kapni mindenhol. 10 millis kiszerelésbe mm. természetesen. Úgyhogy pff, nagy, nagyjából egyébként a, a román piac úgy nézem, hogy a zömét a piacnak ez adja. A 100 millis, 50 millis nullás likvid és a, a 20 milligrammos 10 milliliteres mindenféle néven szereplő cucc. Úgyhogy uh, nyilvánvalóan beléptünk mi is erre a piacra, tehát uh, van 20 mg-os 10 ml nikotinja a blosznak. Levédettük a nevét, mert uh, én frászt kaptam, amikor bejutottam a keresőbe egy Nikomax, és uh, megjelent egy uh, szájba fújható spanyol gyógyszerészeti spré. <kül> Úgyhogy uh, Egyből azt mondtuk, hogy oké, akkor nem keveredünk semmiféle vitába, hanem akkor indítunk egy eljárást, ahol levédjük a a nevet. Annyi, hogy a spanyolok egybeírják, mi pedig kötőjellel, és, és ennyi. Na, úgyhogy velem is ezt... Ja, hát ez történt, meg hát ugye... Folyamatosan dolgoztam. Én holnap uh, megyek valamikor, vagy indulok valamikor uh, haza. Azt ugye nem tudjuk mikor kerül ki a, az adás, de az nekem péntek lesz, és valószínűleg délután, és valószínűleg késő délután, úgyhogy oh. egy ilyen éjszakai, éjszakai jeges. Uh, autózásra. Óvatosan az utakon, Fifika, óvatosan. Neveztem. Hát, hál' Istennek azért a, a, az, az, utak takarítva vannak, illetve remélem, hogy már, már Magyarországhoz közel, ugye itt, itt, még, tehát itt a hegyi utakat, a nagyforgalmú hegyi utakat, azokat komolyan takarítják. Nem lehet másképp autózni egyszerűen. Tehát, és ö, ugye a kenyérnek, a tejnek, a, egy csomó dolognak az el kell jutni a A-ból B-be, de a múlt héten volt két olyan tragikus nap, amikor a, az itteni ásványvizes cég nem indította autót. Wow. Érted, mert kiálltak az udvarból, és már keresztbe állt a kamion, tehát <kül> na, szóval meg tud itt is azért réfálni mindenkit a az időjárás, de ahogy túllendülnek ezen a, a dolgon, akkor már nincsen ö, probléma. Úgyhogy remélem azért jó lesz ö, hazafelé az út. Úgyhogy ennyi ö, volt, ami ami velem így ö, megtörtént. Nyilván a te, telefonod azért nagyobb. Ö, ö, hogy is mondják ezt. A... Korszakválasztó. Vagy... Korszakválasztó, igen, igen. Mint amilyen korszakválasztó a nikotin birtoklásának büntette Ausztráliában. Ne is mond, édes Istenem. És ehhez volt egy gyönyörűséges videó, amit azóta leszettek, úgyhogy kénytelen leszek az emlékeimből összeszedni a dolgokat. A múlt héten jött egy hír Ausztráliából, hogy valamelyik helyi hatóság kiszállt egy teljesen egyszerű hétköznapi fogyasztóhoz, és elkobozta a nikotinos leveseit, és megfenyegették, hogy ha még egyszer ilyen, akkor irgun eljárást, hatósági eljárást indítanak ellene. Egy volt dohányos idősebb hölgyről van szó, aki úgy hagyta abba a dohányzást, hogy átállt az elektromos szigarettázásra, és a nikotinos levese az, ami visszatartja attól, hogy dohányozzon és elkobozták tőle hatóságilag egy magánszemétől a tulajdonát. Tehát ez komolyan mondom, ilyen, ilyen ugye a szüleink elmeséléséből tudjuk ezeket a, a, rákosista időket, amikor ilyen padlás lesöprés, meg nem tudom én, ugye a tanúcímű filmet, aki látta, az, az nagyjából át tudja érezni a korszellemet, de hogy tehát komolyan mondom, nekem az jutott az eszembe, amikor ezt mondtad, hogy hát lehet, hogy ott a hatósági embernek elfogyott a likvidje. <sítsz> tudod, és akkor így. Én... Figyelj, figyelj már, Joe, nem tudod, kinek kiszívít ki egy itt a környéken, és, és menjünk már egy házkutatást, nyomjunk le. Rolénnél láttam a múltkor, ugye? <sítsz> Hát, ha otthon van. Tehát, hogy ez, 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 ez most hogy? Tehát, tényleg, ez elképesztő. Azt nem mondom, hogy, hogy nálunk is ilyen várható, mert most azért nyilván mással van mindenki elfoglalva, még kormányzati szinten is. De ha egyszer a vigyázó szemüket rávetik erre a területre, akkor azt gondolom, hogy lesz nem ulas. És említed a, a padlás a rákosi korszakból, és a többi, és a többi, tehát az így, így a legsötétebb dolgok egyike, de könyörgöm, Ausztráliáról beszélünk. Tehát azért nem az 50-es évek kommunista Magyarországáról, hanem a 2018 es évek Ausztráliájáról beszélünk, ahol egy szigettel arrébb egy éve sincs, hogy teljesen megfordult a, a kormányzati álláspont a nikotin és az elektromos szigaretták kapcsán, Új-Zélandon ugye, és ezek meg ott így nem. Menjünk zaklassuk már nem, az polgárokat egy kicsit. Nekem, nekem sokszor az a, a, az érzésem támad. Nyilván erre azért ráerősít a, az otthoni, politikai légkör is, de, de sokszor az az érzésem támad, hogy, hogy baszki, tehát, hogy biztos, hogy ezt a szabadságot akartam, vagy, vagy, vagy ezért a szabadságért küzdöttem, vagy, vagy milyen szabadsága lesz a, a, az én gyerekeimnek. Tehát ez valami, meg az unokáimnak, ugye most már de hogy, mintha egy picit túltoltak volna egy csomó dolgot, érted? És amikor a 1984-ben néztük az 1984-es zseniális filmet, akkor, akkor nem gondoltuk volna, hogy valamilyen szinten mi elkezdtük a jövőnket nézni. Tehát ez a szintű ö, nyomkövetés ö, a, ugye a metainformációknak a a gyűjtése, az nyilván nem XY-ról szól, de hogy akár visszakereshető XY-ig is, tehát nem, nem azért gyűjtik, mert az én adatom, hanem mert én is egy főhasználó vagyok. De de ezek a kormányzati kémkedési ö, balhék... A, a propaganda az agyibasztó propaganda, az oroszok a spájzba vannak, a, tehát hogy úristen baszki, tehát 25 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy, hogy vagy, vagy 30 évvel ezelőtt valaki így fölvázolja, hogy nagy gyerekek, akkor 30 év múlva a büdös nagy szabadság az ide fog vezetni, akkor lehet, hogy azt mondom, eftársak, lépjen be mindenki a pártba, és kuss! <tosz> <t> hát ez, ez komolyan mondom, tehát így múltkor elgondolkoztam, hogy hogy te gondolkoztál, nyilván nem, mert hogy nem személyautóval autóval járkálsz a, a tömegközlekedésbe ja. de hogy Szegeden én be a városba, ki a városból át a Tiszán, nem tudok úgy menni hogy egy kurva kamera alatt el ne haladjak érted? most Amit vagyok fifi -kall. De, de, de tényleg, a, tehát hogy, hogy bakkeret hát itt tényleg itt a nagy testvér. Tehát ha, ha most nekem valahogy be kéne csempészni magamat Pestre egy személykocsival, nem tudom, kiskunfél egyházáig jutnék el talán úgy, hogy, hogy nem, nem megyek el egy kamera alatt, és mondjuk ha valaki nem kíváncsi rá, hogy az én autóm merre mozog, akkor azt ne, ne tudja ráadásul, hogy ezek ugye adatbázisok, tehát bármikor visszakereshető, hogy éppen hol, merre járkálta. És pont így a migráns dolog kapcsán volt itt, amikor a szegedi taxisokat elővették, hogy hát akkor mondják a taxisnak, tehát így reggel nyolckó főhívják, hogy kilencre menjen be a, a és akkor bemegy, és akkor mondják neki, hogy hát akkor két évvel ezelőtt március 23-án délután két órakor hol volt. Hát mit tudom én, hol voltam. Hát jó, akkor megmondjuk, hogy Szegedrő-Budapest felé tartott az autópályán, kit szállított. És akkor mondta, hát a nagyanyámat. Hát igen, és a nagyanyja az barna, néger, és szakállas férfi szemüvegbe. Wow. Tehát, hogy hogy ilyen szinten uh, uh, kezdték el visszapörgetni a dolgokat, és ilyen jut eszedbe, hogy, hogy úristen, tehát na, azért uh, azt gondolom, nyilván ez nem a taxis kapcsán, de hogy, hogy ilyen szinten vissza lehet uh, uh, menni, megkeresni adatokat, fölvételeket. Nyilván ennek van egy biztonságos, adó része, meg van egy, egy engem legalábbis irritáló ö, ö, része ennek a, a, dolognak. Nem, nem, tényleg nem, nem tudom, hogy ezt a szabadságot hát, szeretném volna-e. Ne, nem hiszem, hogy 25-30 évvel az gondoltad volna, hogy egy ruszkik hazával, meg egy marék hatalom és pénzélyes emberrel később ezt fogja jelenteni a nagy, igen. nagy igen. demokrácia és a hihetetlen. Igen. Igen. Hát na, szóval kemény uh, dolgok ezek, de hát uh, nem gond, küzdenünk kell. Küzdenünk kell, ahogy a dohányzás ellen is küzdeni kell van. néhány Így embernek, és a dohányzás elleni küzdelem nagy buzgalmában már időnként azt se tudják, hogy most kik a jók, jók, kivel vagyunk, <laughs> hogy vagyunk, és hihetetlen. Uh, nagyon meglepődtem, jött egy újévi fogadalom a Philip Morris International-től, és jaj, rossz linket nyitottam meg, amiben a Philip Morris International, ezt így újságokba is lehozták ezt az újévi fogadalmat, mint reklámot kb. tehát így fizetett megjelenést, és azt állítja a Philip Morris International, hogy az ő újévi fogadalmuk az az, hogy megpróbálják maguk mögött hagyni a cigarettákat. Egy óriási méretű dohánygyárról van szó, ugye? És így négy pontba szedték össze, hogy mi a céljuk igazából. Nyilvánvalóan egyik pillanatról a másikra nem tudnak leállni a cigarettagyártással, meg eléggé értelmetlen is lenne, tehát ez csak a legelvakultabb kretének tudják hangoztatni ezt. Gondolhatják, hogy ez, és ez így. A megy, négy igen? fogadalmuk alapvetően az, hogy elindítanak egy weboldalt és egy kampányt, ami megfelelően informálja a dohányosokat a leszokással, és a, a dohányzás kevésbé károsító alternatíváival szemben. Fölajánlják a támogatásukat a helyi hatóságoknak és intézményeknek, akik a leszoktatással foglalkoznak azokon a területeken, ahol a dohányzás elterjedtsége és gyakorisága a legmagasabb. Ez Angliáról beszélünk természetesen most, és állami jóváhagyást szereznek arra, hogy a dobozokba információs füzeteket tehessenek, ami a leszokásról és a kevésbé egészségkárosító alternatívákra való átállásról szól. Ezen kívül azon fognak dolgozni, hogy kiszélesítsék az elérhetőségét az alternatív dohányzás azoknak a termékeknek, amelyek a dohányzás kevésbé egészségkárosító alternatívái. Így ennyi. Jön majd tovább a sztori, csak gondoltam, megkérdezem, hogy mit szólsz ehhez, Pifika. Hát ugye, egyrészt azt gondolom, hogy egy, egy ilyen szándékot, vagy egy ilyen lépést mindenféleképpen üdvözölni kell. Természetesen látjuk a, a mögöttes szándékot. Nekem egyébként két, két bizonyíték. Egy, hogy hogy konkrétan kiszámolták gramra, hogy ennek a hagyományos dohánypiacnak mennyi ideje van mm. hátra. És nyilván soha nem fog eltűnni egyébként a, a, a dohány, akár fogyasztási dohány, akár éghető dohány termék formájában, de hogy ez össze fog zsugorodni egy, egy a mai piachoz képest egy aránylag jelentéktelen méretűre. Nyilván még mindig egy, egy nagy piacról fogunk akkor is beszélni, csak sokkal kevesebben fognak rajta osztozni, és, és az egyéb termékekhez képest egy jóval a piac lesz. Tehát ezt szerintem gramra kiszámolták. Tehát nekik meg, megvan az, hogy évente mennyit fog csökkenni a, a hagyományos dohánytermékek forgalma. Ez az egyik, és a, a másik az, hogy ugye van a kezükben egy, egy olyan eszköz, amire rá tudják húzni az alternatív dohány nem, nem, dohányzást kiváltó eszköz kategóriát, és azt, hogy, hogy a saját eszközükkel előtérbe kerüljenek ez a Semmi Sem Drága című Rész. De aztán folytasd tovább, mert szerintem ki fogod fejteni, hogy hol van a kutya megvermelve. A kutya ott van megvermelve, kérlek, hogy mint te is mondtad, ez egy tökre üdvözlendő lépés. És vannak ugye az állam által finanszírozott dohányzás visszaszorításáért küzdő szervek, mint itthon nálunk a megboldogul dohányzás fókuszpont, és Jön Angliában a Deborah Arnott nevezetű hölgyemény, aki az suk 2 Action on Smoking and Health eh, intézményt vezeti, és időnként már egész normálisnak tűnik a hölgy, például össze lehetett vele futni Varsóban is, a Nikotin konferencián, időnként értelmes dolgokat is mond, meg úgy az S Angliában, mondjuk az S Angliában egy ilyen évek óta ilyen tudathasadásos állapotban van, hogy időnként kiállnak karakánul a, a, az elektromos szigaretta és az egyéb kevésbé egészségkárosító, ö, nem mondom még egyszer, hogy kevésbé egészségkárosító alternatíva, mert már nagyon sokszor mondtam. Tehát az e-cigaretta és a hozzá hasonló termékek mellett kiállnak, időnként meg ellene. Tehát, hogy érthetetlen. Na minden esetre ezt az üdvözlendő lépést, amit a, a Philip Morris International megtett most, azt kommentálta Deborah Arnott. A, az angol uh, Demien Tibor, és... Jézusom! És az volt... Ez, ez már nem, nem sok jó sejtett. hölgy verziója, ami Demien Tiborunknak, és azt sikerült mondania, hogy nem tudom elhinni, hogy a segítség, támogatás felajánlása az egyes intézményeknek és szerveknek, ez valójában igazából adomány, és a WHO ajánlásai alapján ez tilos. És, és ez. Hogy, 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 mégis mi van. És az van. Ja, és várjál, mert a vége meg még az, hogy ja, viszont, hogyha van fölösleges elszórandó pénze, már pedig úgy látszik, hogy van a Philip Morrisnak elszórandó pénze, akkor az be kéne vasalni rajtuk abban a büntetésben, amit a, hogy hívják, a, a büntetőadók és egyebek kapcsán amúgy is kirúgtak már rájuk. Tehát, ha jön a Philip Morris, és oda akarja adni a pénzét a dohányzás visszaszorítására, az tilos, de vegyük el tőlük inkább ugyanazt a pénzt. Mi van? Itt <tosz> is értem. Nem. És ha ehhez, ehhez hozzáveszed azt, hogy egyrészt a, a WHO ajánlás, az egy ajánlás. Ennyi a, nem több, egy ajánlás. És ráadásul nem mondja az, hogy a, a, kormányok vagy az államok, a részes felek nem fogadhatnak el adományokat. Pusztán annyit mond ki az 5.3-as pontjába, hogy mindenféle interakció a dohányipar szereplőivel átlátszó, áttetsző, transzparens kell, hogy legyen. Ennyit mond. De nem, ez itt van, és görcsbe van szerencsétlen teljesen, hogy nem, ti itt nekünk ne segítsetek, csak mi szüntethetjük meg a dohányzást. Ti nem! És úgy... tudod, ez, ez, az agresszív kis malac. Kus, én így Igen. szoktam leszállni. És a másik baromi érdekes ebben az egészben egyébként, hogy mit akar most a Philip Morris? Ja, és hogy ez az egész egyébként ez csak egy PR fogás, itt nincsen semmi, ennek, ennek semmi értelme ennek az egésznek. Én a Philip Morris azt mondja, hogy itt vannak ezek a cigarettás dobozok, tegyünk már bele használható információt arról, hogy milyen lehetőségei vannak egy dohányosnak, hogy ne dohányozzon tovább. És hirtelen ez egy. Várj, várj! Vár. Ez viszont egy abszolút jó ötlet, mert én azt gondolom, hogy a, az, tehát ennek az elrettentésnek egyébként kurvára semmi értelme nincsen. Tehát 5 millió olyan eszköztól, amivel eltüntetik a dobozról, beletesz egy szilikon egy papírdobozba, a fóliába be, beledug egy kártyanaptára, tehát 5 millió dolog van, amivel el lehet tüntetni a dobozról ezeket a képeket. Ez viszont egy kurva jó ötlet, hogy mint egy promóciót betenni a, a zárt cigarettás dobozba, hogy hol, hol tud segítséget kérni, vagy milyen módozatok vannak, amikvel a, le tudja tenni a cigarettát. Igen? És a, a további eszmefuttatás a cikkben szintén marha jó, hogy a, ha megnézed az elmúlt évek erőfeszítéseit, irgalmatlanul minden követ megmozgattak a dohányzás visszaszorítók, hogy a cigarettás dobozok csomagolása az olyan legyen, mint amilyen ma. Mert ha megolvasod, mindig az az érvelés, hogy ez látja a dohányos, irgalmatlanul erős üzenet közvetítő szerepe van, stb. tehát ezt Szüntessük, a, a, szüntessük meg a színeket, legyen fosbarna, legyen egyencsomagolás, semmiféle marketing e, funkciója ne lehessen, tehát ők úgy gondolják, hogy ez egy kibaszottul erős, fontos e, üzenet közvetítő közeg a dohányosnak. És amikor jön a, a Philip Morris ezzel az ötlettel, hogy figyelj, ha már úgyis itt van ez az üzenet közvetítő csomagolás, mi lenne, ha valami hasznosat tennénk bele, ami segített a dohányosokon, Igen. akkor hirtelen ez, ez egy értelmetlen pr sztunt. Mi van? Ez csak egy PR fogás. egyébként az a röhely, hogy a, a marbóró, azt hiszem három vagy négy évvel ezelőtt megmérte. Tehát azért azt tudni kell, hogy amikor eladástechnikáról van szó, a, a dohányipar a, a, legjobbakkal dolgozik együtt. Tehát tényleg, és mindent mérnek centiről centire, mert hogy a, a profit az, ami, ami hajtja az üzletet. És ők kimérték azt konkrétan, hogy a, az egyen csomagolás mennyi, mennyire fogja visszaszorítani érted a, a dohányzást. Tehát, hogy pont a nullát mértek, érted? És ezt nem ők maguknak mérték ki, hanem fölkértek -e egy olyan céget, akinek ezek a, a fölmérések a szakterületei, azok fogtak ezer embert, aki dohányzik, kikérdezték átócettig őket, és valahol a kérdések között rejtve benne volt, hogy most ez vonzóbb, nem vonzóbb, megveszi, nem veszi, tehát ennek nagyon sok technikája van, hogy egy valós ö, választ tudják kapni a, a föltett kérdésedre, és ezt így ingyen bérmentve, tehát nem tudom hány százezer dollár egy ilyen fölmérés, de ezt utána odaadták az egészségügyi ludditáknak, hogy tessék, itt van, basszátok meg, tehát semmire nem való az, amit kigondoltatok. És ennek ellenére ugye tudjuk, hogy 2020-tól nálunk kötelezően bevezetik az egyencsomagolást, sőt, ha új dohánytermék jön már ez évtől a piacra, az csak egyencsomagolásban jöhet. Hát hihetetlen. És mi a reakció egyébként, hogy bejött egy új cigaretta márka a piacra Magyarországon, ami egyencsomagolást kapott? Olyan eladásokat produkálnak most ki. Oh, szomorú, ez szomorú. Nem, 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 neve, de, nem neveti de, való, de igen. De, de, de érted, tehát hogy, hogy tehát aki ezt kitalálta az íróasztal mellett, az nem gondolkodott el azon, hogy Hát basszus az első pár darab, biztos egy kurva nagy siker lesz, mert olyat még nem látott senki, érted? Hát nem ez lenne az De, első szóval. dohányzás visszaszorítás történetében, ami visszafelesült el, és is tudnák előhúzni az elmúlt néhány év történetéből, történetéből, történetéből néhányat. Hogy? Nincs vége még a... Tehát most ennek, ennek a cégnek adtak két év előnyt. <laughs> Konkrétan. Be mekkora ingyen marketing? Nem, tilos a dohány marketing, és így ennyi. Megkülönböztető jelz, és... <laughs> hogy valaki próbálja ki most? Mi az a kis liba fos Adjon <laughs> már egyet belőle! <laughs> Édes Istenem! Hát bakker! <laughs> szóval az van, hogy a posztírója folytatja tovább a gondolatmenetet. Egyébként, hogy ő, ő azt olvassa ki ebből az egészből, mint már régóta, hogy egész egyszerűen be vannak szarva rettenetesen a dohányzás visszaszorításáért. Papíron küzdő államilag finanszírozott szervezetek, mert az ilyenfajta kezdeményezések, mint amit a Philip Morris is csinált, egész egyszerűen idejét múltát teszi azt az egészet, amit, amivel ők vergődnek. És, és hogyha egy Ilyen kommunikáció, amit ezzel kapcsolatban megeresztett Debora Arnott nem győz meg mindenkit arról, hogy ez a dohányzási visszaszorításnak nevezett színjáték igazából sosem a, a, a dohányosok egészségéről és a, az emberek érdekeiről szólt. Ha ez nem győzi meg őket, akkor valószínűleg semmi sem. Tehát komolyan mondom, hogy hogyha egy elgondolkozó rajta, hogy van valami ö, kártékony, tehát igen, autógyár. És akkor azt mondja, hogy hát figyelj már ide, jövőre mi kivezetnénk a picsába a dízelautókat, a kínálatból csak elektromos autókat forgalmaznánk, és és, és akkor tudod mondaná nem tudom én a New York polgármestere. Micsoda? <gül> <gül> nem. <laughs> ott képzeli? Hát de mint ami nálunk van. Hát, az az van ingyen parkolhatnak most még, meg ilyenek. Tehát, hogyha jól csinálnák, és okosan csinálnák, mint ahogy okosan az elektromos szigorettával csinálnák, akkor, ha csinálták, akkor gyakorlatilag ezek az autók nem parkolhatnának, Kom komoly jövedéki adókat kéne kivetni az elektromos áramra, meg És, á, édes Istenem. Azt azért megnézném, amikor jövedéki raktárba tolják át az erőművek az áramot. Krisztián <laughs> ne adj ötleteket oh, pakket, mert, mert még, még ez is ez is eljöhet érted De, ezek elmebb komolyan mondom hát vagy nem vagy csak egyszerűen nem is tudom uh... egyszerűen kicsinyes, buta és rossz emberek igen, igen, és néha a tekintetükkel is tudnának ölni. Olyai. És hát én most azon csodálkozok egy, egyébként, hogy a, a neten még nem jelent meg a, a lézer tekintetű rezsiszilárd. Tehát olyat nézett a csávó ma, hogy Ember embert nem láttam komolyan, nem is tudom. Supermanben van ilyen, meg az X-menben, tudom, amikor leveszi a szemüvegét, és így elkezd égetni maga körül minden. Hihetetlen, hihetetlen, tehát abszolút szerintem mémgyár ez a, ez a tekintet. Amúgy, és hát ugye ma volt a, a a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése, és, és, én már komolyan mondom, sírni tudok azon a, azon a kutya komédián, ami, ami ebben az országban hétről hétre, napról napra megy. És, Tényleg az országban, tehát én a 800 fős faluban nem tudok bemenni úgy a központba, hogy a ne hagyjuk a végén soros nevesen plakát ne kerüljön a tekintetem elé. Érted? És szerencsétlen parasztember öcsém, amelyik szánt és veteget, és télen mondjuk épp a disznőüléssel van elfoglalva, soros plakátot kell, hogy nézeges, kiről egyébként foggalma nincs, hogy kicsoda. Szóval és na, egyszerűen Akiről már a belügyminiszterünk miniszterünk is megmondta, hogy nem támogat migránsokat. Hogy, igen, tehát, hogy nem, nem, és akkor jön egy ember, aki, aki még az is lehet, hogy egy valamikor egy jóindulatú uh, birkózó volt, ha jól tudom birkózó volt, és, és egyszerűen olyat lépett ebbe a, a hogy, hogy már ha álmából se tud mást mondani ért. És fogja magát, és kimegy a, 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 az bizottság üléséről, testületileg természetesen, kimegy a bizottság üléséről, és, mert, hogy a, az lmp s bizottsági tag szerinte, figyelj, szerinte nemzetbiztonsági kockázat. <laughs> Tehát most már azért eljutottunk od odáig, hogy lejutottunk <laughs> od odáig, érted, hogy, hogy az az intézményrendszer, amelyiket egyébként ők igazgatják, és, és ők nevezik és ki a vezetőit, meg a határait és már... mindenfelé? Tehát <sutisa> mindent ők, ők találtak ki. Már az az intézményrendszer sem végzi rendesen a dolgát, mert hogy beenged egy olyan országgyűlési képviselőt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére, mit mit beenged tagja a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, egy olyan lmp képviselő, aki szerinte, tehát nem az átvilágítás szerint, hanem szerinte nemzetbiztonsági kockázat. És erre még rá tudott baszni egy lapáttal, amikor kiment az ülésről, az egyik riporter, ugye sajtótájékoztatót tartott, és az egyik riporter közölte vele, hogy amíg ő kijött, Addig a másik nemzetbiztos, illetve nem, hogy a másik, az elnöke a bizottságnak levelet írt ö, a sorosnak. Na akkor, akkor, akkor durran el a tekintete, és, és akkor mondja, hát akkor az is nemzetbiztonsági kockázat a, a bizottság elnöke is. Tehát, hogy itt ma már, ma már ezt a jelzőt érted, egy egy... Egy ember osztogatja. Te tudod? is, meg te, hát, is, lát, meg, hogy te így is. Mind nemzetbiztonsági kockázatok vagytok. Oda mész. Rezsi Szilárdhoz. <laughs> És akkor mondja, hogy kockázat, nem kockázat. Kockázat, nem kockázat. Kockázat, nem kockázat. És ami nekem erről az egész komédiáról egyébként az, az eszembe jutott, az az az, hogy Basszus, hát ha ilyen kérdések. Nem mellesleg, ugye a nem létező soros tervre milliárdokat költöttünk. Ahelyett, hogy beletoltuk volna az egészségügybe, az oktatásba. De minek? Ugye az Meglepő módon van. A tüntettek, a, tüntettek a diákok a hétvégén, és valamelyik hülye elkezdte mondani, hogy. Tehát hihetetlen, tehát nem, nem tudom, hova lehet még, még le, lealjasodni, hogy erre a tüntetésre, amit egyébként tényleg egy pár diák Facebook diszkurzusa indított el, nőtte ki magát egyfajta csoportá, és semmiféle jobbról, balról való befolyásolás mentén ők kitalálták, hogy szar így, ahogy van, javasoltak, tehát ez egy... Tehát ez szerintem egyébként minden ilyen, ilyen balfaszkodás mellett azt gondolom, hogy, hogy ez a momentum az, amire uh, én fölkaptam a fejem. Egy, tökön szerveződők voltak. Kettő, abszolút nem politikai uh, hátszél jöttek. Három, konkrét javaslataik vannak Ahelyett, az oktatással kapcsolatban. Igen, igen. Uh, jó Fradi és, és, ezek az emberek, vagy gyerekek kimennek az utcára, és erre Bakker a különböző lakálymédia elkezdi terjeszteni, hogy repülővel hozták ide bazd meg a gyerekeket. Mert ők angolul beszélő gyerekeket láttak az utcán. A tüntetés. Te, és, és tudod, így olvasod, mazzag, és hát ezt nem hiszem, meg komolyan, tehát nem mondod, hogy angolul beszéltek, Te nem hallottál arról, hogy egyébként Magyarországon van angol nyelvoktatás, és egyébként meg miért ne lehetne itt egy külföldi diák akár csereprogram részeként, akár csak így önállóan is. Tehát ez valami elképesztő komolyan. Tehát, hogy olyan alternatív valóságot Csináltunk Magyarországból, ami nem Magyar létezik. Tehát... Tételezzük fel egy pillanatra, hogy repülővel hozták a külföldi diákokat. Tételezzük fel <laughs> egy pillanatra, hogy ez igaz. Ezt kritizálja a lengyeleket buszoztató Lokály <laughs> médiája. Oké, okay, rendben. Legyen. Na, tehát nyilván egyébként onnan már csak egy lépése jutni odáig, hogy a soros szállította a repülővel, Személyesen. az angolul azzal beszélő, az angolul beszélő egyébként biztosan menekült diákokat Személyesen éppen. hozta, komolyan. Egyesével, ilyen második világháborús dupla fedeles gépen, azzal a bőrsapkába és a hegesztő szemüve. E és egy eszembe jutott, hogy de állatok vagyunk mi egyébként. Mert, mert hogy mi ezekkel megpróbáltunk szót érteni, érted? Nem ezt kellett volna baszki. Be kellett volna őket rángatni a saját alternatív valóságban. Rájuk csukni az ajtót, és eldobni é, a kúcsot. Érted, tehát, tehát... valamit ki kellett volna találni, hogy a... Nem tudom én, tehát hogy a elvisznek az ufók, ha nem egy cigarettát használsz, vagy a, a gyíkemberek uralják a dohánypiacot, és azért üldöznek minket. A WHO-hoz betett a lábát a soros, vagy bármi, érted? És akkor már lehet, hogy tök, tök jól ellettünk. Soros György elektromos cigaretta ellenes. Ellettünk volna. Hát igen, ezt most... Alkotmányosan kötelező lenne mindenkinek el cigarettázni. Igen, de <laughs> sorba kötött modot nem használhatná. Azt azért. Azt nem, azt remélem, nem. remélem, remélem érzed. Tehát csak párhuzamosan kötött cellákkal lehetne Magyarországon ah, jönni-menni. hát ez jó kör volt. köszönjük hogy itt fizikai erőteljesen lebaradtam. Nem, tehát. vagy adás után megnézem még ezt. Krisztián, ezt. Vagy két. Most már tele van, tehát ezzel az egy pillanattal, ahogy így kinyílik a tekintete, mint egy. Tehát tényleg azt várod, hogy most jön a lézer. A utolsó hír előre fuss. Nekem elfogytak a híreim egyébként. Illetve még egy kis sorozat témám van a számodra, oh, oh, oh. amiben te is érdekelt lehet. 25-e van ugye bár, és ma volt az Európai Bíróság előtt a snuz a tárgyalása, amit ugye a Swedish Match indított, és érdekelt külső félként teret kapott a New Nicotine Alliance is, Jerry Stevensonnal és a többiekkel, akik egyébként a Varsói Nikotin Konferenciát is jegyzik, és Jerry Stimson professzor napközben beszámolt az eseményekről a kis Twitter kántyán, és nagyon-nagyon érdekes és kellemes hírek jöttek onnan. Na mesélj! Mesélek, csak keresem, mert ilyen kis nyúlfarknyi Twitter szösszenetekben van itt előttem, megvan, és olyanok voltak, hogy a, az egyik bíró Kérdezte az Európai Bizottság képviselőjétől, a, 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 hogy azzal kapcsolatban, hogy a bizottság hogyan bánik a tudományos bizonyítékokkal, tette fel ezt a következő kérdést az Európai Bizottságnak, hogy ezek szerint akkor a bíróság megállapodhat-e abban, hogy önök úgy mossák össze a, 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 a bizonyítékokat, amelyek segítségével egy inkább a, a szabályozást segítő ö, eredményekre jussanak, amelyek összhangban vannak az önök néz, hogy hívják, nézeteivel. Megpróbálom ezt normálisan lefordítani, tehát hogy megegyezhetünk-e akkor abban, hogy kimondhatjuk-e, hogy az Európai Bizottság úgy, formálja a tudományos bizonyítékokat, hogy az az általuk javasolni kívánt szabályozást támogassa. Ez azért egy elég meredek, meredek dolog. És a következő ilyen. Igen, utána volt egy csomó keresztkérdés a, a, a bírók részéről a, a, az EU képviselői felé, hogy mégis hogyan használják ők a, a tudományos bizonyítékokat, mint eszköz, és milyen szempontok alapján döntik el, hogy melyik tudományos bizonyíték az, ami szerintük hihető, és melyik az, ami nem. Itt, én úgy nézem, hogy itt azért voltak kényelmetlen kérdések rendesen. E, azt írta még Jerry, hogy a, a bíróság részéről föltett kérdések és megjegyzésekből egyértelműen látszik, hogy elolvasták az egészet, és, és teljesen tisztában vannak a, a problémákkal. És igen, és a végeredmény a nem tudom, hogy ennek mi a rendes neve, főügyész, vagy hogy a fenébe hívják itt az Európai Bíróságon, de Advocate General a, a, a titulusa egyébként, hogy ugye ő fog egy véleményt adni erről az egész hacacáréről, ami alapján nem ke, ami nem kell, hogy befolyásolja a bírók, ö, bírák döntését, de általában a hatással szokott lenni rá, és hogy az április 12-e a határideje ennek. Úgyhogy sok érdekes és kényelmetlen keresztkérdést tettek föl a bíróságon az Európai Bizottságnak, és úgy a az EU-nak. Érdekes. Ö, ennek lesz egyébként valamiféle következménye a SNÜSZ forgalmazására az hát ez eu Ez konkrétan arról szól, hogy a korlátozását, mert egyrészt egyfelől semmiféle tudományos bizonyíték nem támasztja alá, hogy erre bármiféle szükség lenne, sőt, tudományos bizonyítékok garmadája van arra vonatkozóan, hogy ez konkrétan ellenébe megy az egészségügyi célokkal és az egész most arra megy ki, hogy az EU kardoskodik, nyilván nem akarják elismerni, hogy ezt x évvel ezelőtt borzalmasan elbaszták. Néhány évtizeddel ezelőtt a New Nicotine Alliance, nyilván a Swedish Match forgalmazni szeretne, a New Nicotine Alliance pedig szeretné, hogy meg egyre több alternatíva legyen a, a, a dohányosok számára, hogyha föl szeretnének adni a, a dohányzással. Úgyhogy a, a, az EU a hatóságnak, a bíróság jogkörében benne van, hogy dönthet úgy, hogy akkor ezt a ezt meg kell szüntetni. Hát uh, drukkolunk, hogy. Uh, ugye annál is inkább, mert uh, ha jól, jól emlékszem rá, akkor a, a magyar uh, leszoktatás uh, élharcosának. Uh, az egyik szívügye egyébként a, a snüssz. Tehát uh, tudod, ilyen egy időben a polűzött sportot, hogy, uh, hogy a, a snüsszös oldalakat jelengette föl, akik uh, ilyennel foglalkoztak, és uh, töröltette a, a ha a európai szolgáltatónál volt a, az oldal, de hát tudod, két Mindenkinek perc, egy ugyan, kell egy csinálni, intelligens gurít. Igen. igen. Egyébként igen. Ha nem raziázom épp, akkor följelentetek. Emlékszel, ezről a Hofi mondta, papírja van, írni tud, mit csináljon, főjelent. Véletlenül se regényt vagy novellát ír, följelentést mert ez egy megalapozott névtelen főjelentés, azért az, na, lássuk be, az valami. Úgyhogy a névtelen főjelentőknek mi nem mondanánk köszönetet, de ellenben azoknak, akik támogatják az adásunkat, ami patreónjainknak mélységes, mély tisztelet és köszönet Ahogyan az áldozatért, amit Hoznak, értünk. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show t keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük! Köszönjük! köszönjük. És természetesen! a háttérben Csárlinak. Bár mi nem vagyunk a Csárli angyalai, ezt azért így kiszeretném jelenteni kategórikusan. Vedig ott volt néhány éve decemberben az a remek fotóhármunkról. Igen, <laughs> igen, igen, igen. Tehát nem vagyunk az angyalai, mert azért többször ö, keveredünk munkavitába, mint hogy nem. De ennek ellenére természetesen háttérből. Ő az, aki mozgatja a szálakat. Úgy is mondhatnánk, hogy ő az egy cigaretta sorosa. De nem, de nem mondunk de nem mondunk ki, nem, 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 mert különben a fekete, ugye Volgát most már nem gyártanak, nem tudom, Mercedes, meg fog jelenni a, a háza előtt, és kinéz belőle a Rezsi Szilárd. Igen, igen, és fölégeti az egészet a Egy, egy marad utána. <laughs> Jaj, Na mindegy, Jaj, Csáli meg tűnik. majd kivágja ezt a részt, ha nem tetszik neki. Programja van, vágni tud, kivágja. Ennyi. <laughs> Vagy nemzetbiztonsági kockázat ez van. Vagy az lesz itt. Lehetőség Így van. Így van. Na, én, 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 én egy hatol, én egy hatoldalú nemzetbiztonsági kocka szeretnék lenni. Volt nekem egy ilyen vízió, amikor itt meséltél a német szilárdról, hogy még a régi szerepjátékos időkből, amikor a, a, a kalandmester így a paraván mögött így eltakarva, vagy nehogy mindenki lássa, hogy dob néhány kockával és közviveled az eredményt, hogy így megy rezsi szilárd, behúzza a, a kecses nyakát, és így rádnéz, dob egyet, kockázat. De nem vagy. Te vagy. Soha senki nem tudja, hogy miért, de ő megmondja. Jól. Így van. Én viszont megmondom neked jól, Fifika, illetve megkérdezem, hogy sorozat témában, hogy követed-e a Star Trek Discovery-t napra készen? Nem. Akkor most elmondom neked kérlek szépen, hogy kövesd napra készen, mert le fogsz petézni tőle. Mert ö, karácsony tájékán volt a, a sorozatban, vagy az évadban a félidő, és egészen odáig így nem nagyon értettem, hogy mire akarnak kiukadni ebbe az évadba, hogy jó Star Trek, jó történnek dolgok, meg minden, de hogy így nem, 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 nem látom a koncepciót, vagy nem látom, hogy hol van ebbe a klának. Hát konkrétan én, én, én annyira elvesztem ebben, mert hogy ezt a, ezt a meghajtást, ezt sehol nem említi konkrétan az egész Star Trek univerzum. Tehát amit ők kitaláltak ezzel a, a lényel meg a, a, az egyéb, tehát egy szó nem esik sehol róla. Pedig azért elég nagy irodalma van a, a Star Trek univerzumnak. Megmerem kockáztatni egyébként, hogy jóval nagyobb, mint a Star Wars univerzumnak. Miért kell ilyeneket mondani? Miért hát kell hitvitelkedni? Nyilván magamra kerülen. akarom húzni az összes Star Wars, De hát egyrészt egy ugye én azért... Én még mindig nem láttam az új filmet, basszus. A fenébe. Nézd, nézd, nézd meg, lesznek benne érdekes feelingek. Nekem a Jar érzés az garantált lesz. Na, no, <coughs> szóval visszatérve, én én erről semmit nem nem tudok, homályos utalások vannak az első ö, Klingon konfliktusról, de hogy ez így ö, kezdődött volna, vagy, vagy, nem, tehát jó, igen. Na de elmondom én neked, hogy volt itt a kis szünet itt az ünnepek környékén, és volt egy olyan fejlemény, amiből már így lehetett azt látni, hogy ja, jó, jó öreg forgatókönyv, ez olyan lesz, mint a Voyager, és, és akkor így stb. ilyesmi. És azóta eltelt három epizód, és azóta mind a három epizód olyan volt, hogy így mi van? Poker! Ilyen teljesen ilyen sok hatás az epizód végén. Annyira durván megkavarták, megcsavarták, és fölpörgették az egész koncepciót. Nem akarok spoilerezni, hogy én tényleg így három epizódja így csak így ülök, amikor vége van az aktuális epizódnak, <laughs> vagy az aktuális résznek, és így az meg ez mi volt? Mi lesz még itt? Jézusom nagyon durván, nagyon durván ígéretes és nagyon durván jó lett. Most így, így kibújt a lóláb imitamot a, a hosszú távú elképzelésből, és hát nagyon durva csavarok és nagyon durva bigyók vannak benne. Uh -huh -huh. Nagyon uh -huh. uh, szerintem marhára kellett volna már egy sorozat, ugye ezt már elég régóta beszélik a, a Star Trek-esek. Egyrészt uh, a minden sorozatot uh, befejeztek, ugye? Másrészt azóta kijöttek a, a, az újfajta mozifilmek, és már mindenki azt mondta, hogy, hogy pakker, és minden konfliktus le van zárva. Érted? Tehát, hogy a Borg, a, a, ugye a, a Voyager az egy elsodródott űrhajónak a, a hazatérése. De hogy így végignézed, a, egyedül én még a, a, a izét láttam volna kibonthatónak a, az Enterprise-ban az időháborút. Ja, 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 ja. Ez jó volt. De hogy marhára kellett már egy sorozat igen, mert az eddigiekkel így tényleg olyan jó le vannak zárva, hogy innentől már csak el lehet lovagolni a naplementébe. És igen, és igen, 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 és hello. Tehát ugye szegény Rodemberi nem ér már, de, de én azt gondolom, hogy egy, egy hihetetlenül jó alapot tett le az asztalra, még ha nem is gondolta volna senki se, ugye a, a TOS, nem is tudom, 70, 72 része után, hogy ebből az életben még lesz valami. De azért marha jól kinőtte magát, és ugyanaz, amit a, az e Cigarettánál látok, hogy a, a Star Trek egy alulról építkező közösség volt. A 72 rész rajongói elkezdték finoman kidolgozni az idővonalat, az univerzumot, a hajókat, az eszközöket, a nem tudom én mi, és akkor utána ezt csak látták, hogy bakker ennyi ember van. És engem sokan kérdeztek, hogy te baszki, hát ez, ezt a mozifilmet, mondjuk egy kánharagját, vagy egy a legelső Star Trek mozifilmet, amikor a, a Voyager uh, tér vissza, hogy, hogy ez, ezt hogy tudtak -e ebből egyáltalán bevételt csinálni. Hát ő be se ült volna, vagy hogy meg se nézte volna. Hát figyeljen, be, Fixen tudtak építeni x emberre. És azt mondták, hogy oké, okay, ha minden rajongó elmegy megnézni, akkor már meg, megvan a, a mozi filmára. És az, az egész Star Trek mozi az új részekig, uh, illetve hát az új részek már nem, mert szerintem azt azért jóval többen nézték, mert nem csak a rajongók mentek el, szerintem azok úgy is vannak kitalálva, hogy ha nem láttál egy centitár Star trek életedbe, akkor is élvezni tudod a, a, filmet, de ugye a régi moziszéria az teljesen erre volt kiépítve. Van ennyi rajongó, lemegy még a videó forgalmazás, meg a tévéfilm, és me megkerestük magunkat kész, és ez ilyen atombiztos bevétel volt. Jó. Ja. Na de, visszatérve az eredeti felütésemre, hogyha netán elvesztetted volna az érdeklődésedet a Discovery iránt. Én nem vesztettem el, Krisztián, én azt hittem, hogy, hogy ez nem, nem januárba fog folytatódni. De ez elkezdett folytatódni, és mondom, míg a, az első felébe a sorozatnak most már látszik, hogy súlyi játékosként beblöffölték, hogy ez egy ilyen tinglitanglé valami lesz, és most így az évad második felének az elejére kiterítették a alapjaikat, lapjaikat, és, és nagyon durran, úgyhogy én nagyon javaslom, hogy, hogy vedd fel a fonalat és folytasd, mert hú, hú ebből valami nagyon durva dolgok lesznek. Krisztián, úgy, úgy lesz, még ma éjszaka. Jó. Nos, hogyha elfogyott a mondani valunk, akkor... Egy új telefon és téged vár egy új, új, telefon, és neked ezzel fog telni a, az éjszakát, és uh, irigyellek kurvára, uh, de, de megérdemeltél már egy új telefont azért, lássuk be. Azt hiszem elég türelmesen kiváltam a igen, 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 igen. Úgyhogy uh, én nekem nem maradt más tisztem, mint hogy megköszönjem mindenkinek a figyelmét, és hogy elköszönjek. Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!